Abban szeretnék nektek segíteni ezzel a mostani előadással, hogy a mindennapi céges ügyekben így el tudjátok helyezni, hogy hol érdemes és hogyan érdemes használni a Trello-t, ezt a majd mondom, hogy milyen szuper szoftvert. Számomra, hogy mit is jelent a Trello, számomra például azt jelenti, hogy az Atlassiannek egy olyan új terméke, ami összekapcsolja az informatikusokat és a nem informatikusokat. Tehát egy olyan rendszer, amit nagyon könnyen megért egy bölcsész lány is, aki mondjuk írja a blogposztokat, vagy a marketingesek, vagy a pénzügyesek, meg ilyesmi. Másfelől viszont úgy is lehet ezt megközelíteni, hogy egy olyan nagyon nyílt platform, ami jól összehozza az integrációk segítségével a többi webappet és a cégnek a dolgozóit. Ugye, ahogy mondtam, nem is csak az informatikához jobban értő dolgozókat. Szeretném még elmondani az elején, hogy az eszközöket, amiket bemutatok, meg linkeket, azt nem szükséges lejegyzetelni, mert én ezt összeszedtem, hogy ne kelljen mindenkinek, amikor át szeretné ültetni a gyakorlatba, ezeknek utána nézni. Elég lesz egyetlen egy linket a végén megjegyezni és leírni, és oda minden össze lesz szedve. És illetve a Trello még nagyon alkalmas arra is, hogy a külsősökkel jól együtt lehessen dolgozni, tehát például pontosan azért, mert nem kell nekik elmagyarázni a zsírát, meg az egyéb komplexebbet lesz ilyen ekoszisztemet, hanem a Trello az nagyon egyszerűen átlátható. Illetve aki, hogyha új tag érkezik a cégbe, ez egy olyan dolog, ami tényleg az agya és központja tud lenni az egész rendszernek, és ezért nem marad ki információba lassan, aki most érkezik a céghez, és esetleg először csak ezt tanulja meg használni. Ez is hasznos lehet, hogy az első időkben csak ezt ismerje meg. Szeretném kérni, hogy tegye fel a kezét, aki egyébként ismeri a Trello-t. És közületek ki az, aki magyar nyelven használja, hogy példálózzak. Jó, szuper, köszönöm. Akkor nem is nagyon kell ezzel időt húzni, tehát hogy egyébként így lehetne talán összefoglalni, hogy mi is az a Trello. 20 millió felhasználója van, annyit ért el az idén, tehát igen, ezért lesz ilyen ezzel nagy előrelépést. Itt kigyűjtöttem párat a kulcs ügyfelei közül, ugye lehet látni, hogy nem csak IT vonatkozású ügyfelek vannak, tehát nem csak nekik készült. Én tényleg azt látom, hogy az Atlassian azért is vásárolta ezt föl, hogy nyisson afelé, hogy a nem annyira IT világban mozgó embereket is be lehessen kapcsolni hatékonyan a munkába. És akkor igen, hoztam néhány live demót is. Alapesetben a Trello-t szerintem úgy érdemes használni, elképzelni, amikor egy folyamatban, ami nem változik, elemek mozognak viszont nagyon gyakran. Ezt nagyon könnyen lehet ugye átlátni. Mi is például az is egy ilyen belépő színnek is esetleg hasznos lehet tudni, vagy hogyha ilyen esettel találkoztok, mi is az Overace Agency-vel, főleg kisvállalkozásoknak dolgozunk, és ott nagyon sokszor van az, hogy látjuk, hogy nincsenek annyira letisztulva a folyamatok náluk, ilyen nagy katyvasz az egész, és a Trello az is ehhez egy egyszerű dolog lehet, hogy odaadjuk, és megmondjuk, hogy na jó, hát itt már pedig státuszok vannak egymás után, itt át kell gondolni, akkor mi miután következik, és tök jól ki lehet próbálni az adott folyamatokat, hogy akkor ez most működik, nem működik, és nem kell egyből mondjuk egy bonyolultabb dolgot beállítani, mondjuk zsirában. Na és akkor nézzük meg egy Scrum alapú folyamattal, hogy is néz ki. És akkor ezen keresztül szeretném megmutatni is néhány egyszerű automatizációt és power up-at, ugyanis tényleg nagyon-nagyon sok mindent ki lehet hozni ebből a kis egyszerű és átlátható felületből. Ugye például nézzük meg, itt van egy backlog, így néz ki az alap UI, mint hogyha egy fali újságra tennénk fel posztiteket, csak ugye sokkal intelligensebben lehet módosítani, és automatizálni, és kommentelni, stb. Meg is mutatok inkább egy kártyát először. Tehát ugye van egy neve a kártyának, lehet adni leírást, nagyon hasznos, hogy címkéket lehet hozzáadni. Ez például azért is lesz jó, mert lehet címkék alapján szűrni a nézetet, illetve a külső integrációknál, például Zapierrel ez nagyon sokat tud jelenteni, hogy milyen címke van hozzáadva, úgyhogy azt is érdemes kihasználni.
ugye lehet tematizáltan, vagy mondjuk azt mondom, hogy erről szeretném, hogy beszéljünk a következő meetingen, akkor hozzáadom a meeting címkét. Hogyha nem tudok ezzel tovább haladni, akkor hozzáadom azt a címkét, mondjuk, hogy ez megakadt, és akkor majd erre megmutatom, hogy hogyan lehet mondjuk szűrni. Lehet ugye hozzászólást írni, lehet csatolni képeket, dokumentumokat, majd megmutatom, hogy az Atlassian többi szoftverével is tök jól együtt tud működni, tehát nem kell megijedni, ez nem egy új dolog, amit független az eddig használtaktól, hanem ide tényleg be lehet csatlakoztatni az eddigieket. És hogyha megnéztünk egy ilyen kártyát, akkor mondjuk itt van az, hogy mi a teendő. Ez most azért üres, mert tételezzük fel, hogy egy sprintnek éppen a vége felé járunk, és már minden itt van a doingba, meg a quality checkbe. Oké, nézzük meg azt, hogy például van a kalendárnak a naptárnézetet, az ki az, aki használ? Ki nem tegye fel a kezét, aki használja. Ja, ez is tök hasznos lehet, köszönöm. Tehát, hogy itt oldalra menve, itt van Power Up-ek. Ha ez ilyen lassan tölt be, akkor nem biztos, hogy megvárjuk, de az a lényeg, hogy itt lehet egyszerűen hozzáadni naptár, puff, és ott van. És itt felül, most talán megcsináljuk. Megvolt? Megvan. Szuper. Most ezennel engedélyeztem, és ezzel itt megjelent ez a kis gomb. Erre rákattintva átjövünk a naptár nézetbe, itt például ez most alapesetben a havi felbontásban van, és láthatjuk ugye teljesen interaktívan a kártyákat. Heti nézet is lehet, illetve itt tudom szinkronizálni mondjuk Google kalendárral, hogyha szükséges, tehát ez is egy hasznos dolog. A lényeg az az, hogy ugye, ahogy említettem, ez most tegyük fel egy vége a sprintnek. Ilyenkor mondjuk arra van szükség, hogy átnézzük, hogy mi legyen a következőben. Az, hogy mi legyen a következőben, ezt segítségül hívtuk a Butler nevű Power App-et. Ezt is itt ugyanott oldalt lehet hozzáadni, ahogy mutattam. Tehát itt oldalt kellett kattintani Power App-ek, itt megkeressük, itt van a Butler amúgy följebb. De ezt már előkészítettem, hozzáadtam. A lényeg az az, hogy ilyenkor megjelenik itt fönt egy gomb. Szintén. Erre rákattintva tudunk létrehozni. Ki az, aki ismeri egyébként a Butler-t? Na, akkor ez tök jó. Tehát erre rákattintva, ez azt tudja, hogy csinálhatunk plusz gombokat. Csináltunk olyan gombot, ami az egész táblát érinti, csináltunk olyan gombokat, ami egy kártyát érinti, és azon egy triggerrel többféle actiont lejátszik. Az ingyenes verzióban egyet-egyet lehet használni, tehát egyféle kártyát, egyféle bordot. Most ezt fogom megmutatni. A lényeg az az, mondjuk pont nektek talán annyira nem fontos, de hogy sima angol nyelven, nem kell hozzá programozói tudás, ezeket meg lehet adni. Megmutatom egyébként, hogyha engedi. Nem engedi, mert már, de akkor szerkeztem. Tehát, hogy ennyire egyszerű. Kiválasztom, hogy mi legyen a neve a gombnak, és itt alul vannak különböző típusú actionök. Ezzel majd el tudtok játszogatni. A lényeg az, hogy én most azt állítottam be, hogy amikor el szeretnék fogadni egy kártyát, hogy ez a to-do listből az oké, akkor ezt én szeretném csinálni, rányomok majd arra a gombra, hogy ez az enyém, és akkor hozzáad, és tovább mozgatja a kártyát abba a fázisba, hogy doing. Illetve csináltam egy egész táblát érintő gombot, ott pedig az a lényeg, hogy amikor egy olyan címke volt hozzáadva a kártyához, hogy ez sürgős, akkor azt fogja átemelni a to-do listába, és ugyanakkor, ami eddig volt a done listában, azokat archiválja, azok már nem kellenek, és a backlogban lévő kártyákat pedig due date szerint rendezi. Nagyon fontos különbség, hogyha attól, hogy archiváljuk a kártyákat, ettől nem kell félni, ez ugyanúgy megmarad, csak nem látszik, nem szennyezi úgymond a környezetet, nagyon egyszerűen visszahívhatóak, és tényleg ettől nem szabad félni, hogy archiválva lesz. Na, és akkor hogy hogyan is adjuk hozzá mondjuk automatizálva azt, hogy mi az, ami igazán sürgős. Segítségül hívjuk a Butler-nek a botját,
Butler botnak hívják, azt kicsit máshogy kell hozzáadni, ez is ott lesz majd az utolsó linken, hogy. A lényeg az az, hogy ebben az esetben bal oldalt megjelenik egy plusz oszlop, arra szintén simán angolul be kell írni, amit szeretném, hogy csináljon. Az a nagy különbség, hogy eddig gombokat hoztam létre, tehát arra rá kell nyomnom, hogyha szeretném az actionöket, ezek pedig automatikusan mozognak. Akár be tudok olyat állítani minden nap reggel 8-kor, vagy hogyha teljesül egy adott feltétel. Itt most például azt hoztam létre, azt mondtam neki, hogy ha a backlogban van egy olyan kártya, ami 20 napnál kisebb a lejárati ideje, akkor azt jelölje meg sürgősként. Itt ki is próbálhatjuk. A lényeg az, hogy ez a jelenlegiekre nem vonatkozik, hanem hogyha új kártya jön létre ezzel. És megnézem, hogyha csak a határidőt változtatom, akkor ott van-e. Mondjuk ennek már eleve. Nem, még nincs itt. A lényeg az, hogy ha új kártyák hozzáadódnak 20 nappal kevesebb határidővel ezentúl, akkor ez megjelölik a zöld sürgős címkével. És akkor futtassuk le azt, hogy új sprintet szeretnék, hogy látványosabb legyen, átviszem a ugye Dán is látszódjon, ugye azok fognak archiválódni. Most rákattintottam, itt alul megjelenik a gépezet, és ezennel el is van végezve. A Dán oszlopban eltűntek a dolgok, a tudóba nem került semmi, mert nem volt megjelölve sürgősnek, akkor ezt most újra. És közben megmutatom, hogy csináltam ugye a kártyagombot is. Itt, hogyha a tudóban van egy elem, ezt most gyorsan áthúzom, akkor rá tudok kattintani itt ezzel, amit az előbb megmutattam, hogy ez az enyém. Ebben az esetben most egy olyan automatizáció fut le, hogy hozzárendelődtem a kártyához, és átkerült a doingba. Tehát például ilyen dolgokkal ugye több actiont össze tudtok kötni, ez is tök sok kattintástól megmenthet a mindennapokban. Ezt a Scrum Boardot amúgy itt jobb oldalt van még például ez is hasznos lehet, hogyha csináltok egy Resources nevű mondjuk oszlopot, oda létrehoztok ilyen tipikus checklisteket. Hogyha tipikusan ilyenféle feladat érkezik, akkor ezeket a pontokat szoktuk elvégezni. Ez azért lehet jó, mert létrehoztunk egy olyan botot is, hogyha a másik az, hogyha mondjuk egy policy-val kapcsolatos, ezt most csak egy példát kitaláltam, jön egy ilyen ügy, akkor hozzáadom a policy címkét, és ezt pedig hozzá fogja adni az összes checklistet, amit ilyenkor szoktunk csinálni. Tehát ez például, nem tudom, itt hozzáadom azt, igen, a policy címkét, és hogyha működik a mágia, itt is van, akkor közben hozzáadódott ez a 4 checklist point. Itt ugye be lehet taggelni munkatársakat, és akkor egyből úgy jön át. Itt most én vagyok az egyedüli bordon, úgyhogy magamat tudom, de az a lényeg, hogy ilyenkor ők kapnak értesítést, és ugyanúgy minden történik. Még egy hasznos dolog lehet továbbá, hogyha csináltok hogy ne akasszon meg, tehát hogy vannak olyan elemek, amik huzamosabb ideig ott maradnak esetleg az adott listában, annak csináltam az Icebox nevű oszlopot, oda azokat nyugodtan húzzuk át, vagy hogyha van egy meeting feljegyzés, vagy valami, ami kötődik ugyan a boardhoz, annak a tematikájához, de egy konkrét kártyához mondjuk nem annyira, akkor azt hova rakjuk. Tehát például lehet ezt így is használni. Na de menjünk vissza, és mutatok még, lehet például, mi szoktuk is például a beszerzési folyamatunkat is így használni, tehát Trello-ban. Itt másféle power app-ek is használhatóak. Na, de jó, meg is tudom mutatni. Tehát például van egy olyan power app, hogy Costello. Ezt a Costello power app-et, hogyha hozzáadjuk, akkor minden egyes kártyához hozzáadódik egy ilyen mező, hogy cost, oda be tudom írni, hogy ez nagyjából mennyibe fog kerülni. És ez azért jó, mert itt szummázva látom az egész táblát, hogy mennyi tőkére lesz szükségem ahhoz, hogy ezeket mind megvegyük, illetve látom itt alul összesítve fázisonként, hogy ahhoz, hogy az adott fázisban lévőket beszerezzük, mennyi pénzre lesz szükség. Aztán vannak ugye beszerzésnél is tipikusan ismétlődő dolgok, amiket mondjuk fogyóeszköz azért havonta, két havonta be kell szerezni. Ezekhez is ugye hozzá lehet rakni a költséget, de van olyan power app is, hogy repeater, akkor azt is egyszerűen beállítva
ezt nem mutogatom meg, te magától értetődő, be tudjuk állítani, hogy ugyanúgy létrejöjjenek ezek az új kártyák. Ugyanaz lesz hozzárendelve, ugyanolyan leírással, ugyanolyan csatolmányokkal. Még egy valamit mutatok demóban. Például, hogyha kontentet tervezünk, ugye ezt azért szeretném még megmutatni, tartalomtervezéshez is, ugye az is egy folyamaton megy keresztül, és ott például külső integrációnak be lehet azt hozni, hogyha azt mondom, hogy az adott cikk már ott tart, hogy készen van publikálható, akkor itt persze mindenféle fázison ez át kell esnie, engedélyezés, stb. A lényeg az, hogy amikor készen van, akkor mondjuk hozzáadunk egy olyan taget, hogy mehet ki, aki ezért felelős, ez hozzáadja, és ez alapján már mondjuk a Zapier ezt tudja érzékelni, és berakja mondjuk a buffer queue-ba, és az optimális időben kiposztolódik a különböző közösségi felületekre az adott content, tehát blog tartalom. Ez is hasznos lehet. Aztán szoktuk még úgy is használni, hogyha egy ötletpályázatot hirdettek meg, ahhoz hozzákötitek Trello-hoz a űrlapot, Ninja Forms, Gravity Forms, ilyesmiket tud okosan beszívni, és jönnek az ötletek mellékletekkel, az ugyanúgy ott lesz a kártyánál, hozzá lesztek rendelve, vagy aki ebben érdekelt. A lényeg az, ezen keresztül azt szeretném megmutatni, hogy van szavazás Power App is, és hogyha cégen belül, vagy akik érintettek, tudtok szavazni, hogy szerintetek melyik jó, ez szerint is lehet például rendezni a listát, úgyhogy ilyen dolgokba is lehet gondolkodni. Ugye a kommentekben meg lehet beszélni, hogy mik a vélemények. Aztán mondjuk a partnerekkel való viszonyt is lehet így szemmel tartani. Aztán, hogyha új tag kerül a csapatba, neki, hogy hogyan alakul éppen a betanítási folyamata, milyen felhasználókat kell neki létrehozni, milyen jogosultságokat adni, ugye ezekhez is segíthet az, hogyha előre definiált checklistet csak így átszívja az automatizáció. Aztán, hogyha egy új pozíciót hirdettek meg, és ott csináltok ennek mondjuk egy landing page-et, hogy itt az új pozíció, lehet jelentkezni ezen az űrlapon, akkor az űrlapból beszívja megint csak a rendszer egy Trello kártyába az adott applikántról, amit érdemes tudni, és akkor az is átmegy egy folyamaton, ugye megérkezik, át kell nézni, behívni interjúra, szerződés, előkészítés, stb. És akkor, hogy ez az egész hogyan kapcsolódik a már megszokott, tehát lesz ilyen workflowhoz. Az idézetek, amiket föntre írtam, ezen tényleg csak gyorsan szeretnék átmenni, ezek mind a lesz ilyen saját meglátásai. Tehát például ugye azt tanácsolják, hogy a biznisz témákban, stb. Ott nyugodtan lehet használni, ahogy én is bevezettem az egészet. Nagyon jól össze lehet kötni, itt látjuk, hogy a Trello kártyán hozzáadunk csak egy issue-t, és akkor ott is van egy kattintással át lehet menni, itt egyből látjuk a státuszt, ki van hozzárendelve, stb. Aztán a Confluence-szel kapcsolatban ugye azt is hozzá lehet rendelni, látszik egy rövid leírás, és itt azt mondja a mester, hogy a Jira az nagyon struktúrált, nagyon masszív, a Confluence meg nagyon szabad. És a kettő között a Trello, hogy mégis azért van egy folyamat, struktúra, és ugyanúgy lehet kommentelni, és egy kézbe befolynak a szálak, ez tök jó összekötő kapocs lehet. Aztán a Bitbucket-tel az a helyzet, hogy azt mondjuk a menedzserek, a designerek és a support, stb. Nem biztos, hogy jól tudja kezelni, de nem baj, nekik itt a Trello, és ugyanúgy integrálva van az egész. És hát a HipChat-tel is össze van kötve, ugye lehet hozzászólni az adott dologhoz, lehet létrehozni új kártyát. Kérem, tegye fel a kezét, aki egyébként Slack-et használ. Szuper. Mert hogy ugyanígy, ezt megsugom a Slack-be is, teljesen ugyanezeket meg lehet csinálni, és a Trello nagyon régóta nagyon nagy támogatója a Slack-nek, úgyhogy igazából talán még jobban is működik, mint a HipChat-tel. Ami még jó tipp lehet, hogy e-mailből is lehet kártyát létrehozni, minden egyes bornak van egy saját e-mail címe, hogyha oda továbbítotok, vagy automatizáltan, akkor létrejönnek ezek a kártyák. Hogyha jön értesítő e-mail és arra válaszoltok, akkor az kommentként bekerül a kártyához, tehát nem kell megnyitni az alkalmazást, ami egyébként minden platformra natívan elérhető.
Lehet értesítést kérni különböző szinteken, tehát hogyha az egész, egész táblára lehet boardra értesítést kérni például, az abban az esetben minden egyes változás, hogyha van az adott boardon, akkor arról kaptok értesítést, de lehet azt mondani, hogy az adott státusz, tehát adott oszlopba bekerülő elemekről kérte csak értesítést, például a mutatott Scrumnál a quality check, az például egy ilyen dolog lehet, hogy én mondjuk csak a quality checkbe bekerülőekről szeretnék értesülni, arra is fel tudok iratkozni, és természetesen az egyes kártyákra is tudok, hogyha azt szeretném végigkövetni. Az is fontos meglátás, hogy az adott oszlopokat fontos úgy kialakítani, hogy nagyon jól definiálható legyen, hogy mikor tartozik még az előzőbe, és mikor már a következőbe, mert ugye különben nehéz eldönteni, hogy hú, akkor ez most átkerül, vagy nem. Erre is érdemes odafigyelni. Aztán legyen minden előkészítve a kártyán, mielőtt hozzárendelünk valakit. Tehát beállítva a határidő, legyen attachment, legyen description, stb. Mert különben, hogyha valakit előbb hozzárendelünk, akkor egyrészt kapja az értesítést, milyen már hozzá van rendelve, hogy valaki rakott egy mellékletet, beállított leírás, stb. Másrészt, hogyha esetleg úgy nézi meg, és ez még egy üres dolog, az nem túl motiváló. Tehát ezt érdemes így átgondolni. Illetve, hogyha valaki szereti a billentyűparancsokat, gondolom sokan vagytok ezzel így, itt van bőven, tehát nagyon sok mindent meg lehet csinálni annak segítségével. Vannak power app-ek és integration-ök, igazából ezt majd megnézitek, mert tényleg nagyon sok van, a pár, amit bemutattam, tehát a Butler, van GitHub-bal is tök jó, van a Slack-kel is, ahogy mondtam, aztán van a Google Drive-val is, amiben az a magic, ugye amellett, hogy lehet akár mappákat csatolni a kártyához, de akár konkrét fájlokat is, az, hogy ebben az esetben, hogyha be van kötve ez a power app, akkor fent a kártyán, ugye ahogy mutattam, ott volt az a például az új Sprint nevű gomb, meg Butler, meg naptár, ugyanott fent, hogyha rákattintotok a Google Drive-ra, akkor létrejön egy Google Slide prezentáció az összes kártyáról. Ez azért lehet jó, ugye, hogyha mondjuk egy meetingen, ahol átbeszélitek, hogy mik történtek, erre rákattintotok, és tényleg ott lesz minden egyes kártya egy pillanat alatt legenerált prezentációval, szépen végig lehet kattingatni, hogy ehhez kinek milyen hozzátenni valója van. És akkor hogyan érdemes ezt elkezdeni, bár itt már túlhaladtunk a többség. Az ingyenes változat egyébként nagyon sok mindenre elég. Én úgy értve ez még Atlas ilyen korszak előttre nyúlik vissza, de a lényeg az, hogy igen, itt alapvetően úgy van kialakítva a modell. Hogyha táblánként több power up-ra van szükségünk, vagy többféle jogosultságot szeretnénk kezelni, meg kétszintű biztonsági belépés, nagyjából ebben az esetekben érdemes előfizetni a egyébként havi $10 per felhasználós díjra. Az alapbeállítása a Trello-nak ugye egyszerű, ezt mutattam is, és ismeritek is, de hogyha segítség kell benne, akkor nyugodtan keressetek minket, és érdemes átnézni a lehetőségeket, mert nagyon-nagyon sok van. Tehát ez egy nagyon nyílt platform, és az API is ingyenesen programozható. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, én előjáróban ennyit gondoltam, és akkor itt a link, a kérdések alatt is itt hagyom a slide-ot, overace.agency/trello, nincsen .hu a végén, és akkor itt megtaláljátok az információkat.